Köszöntelek titeket, drága nézőim! Laguna Presa nevű mapunkon a mai Bad Company 2-es túravezetésünkön. Hát látható, hogy 700 sziketről indult, új fent az összecsapásunk, és hát most meddig kell próbálok itt tevékenykedni valamilyen szinten. Hát majd elválik, hogy ez ennyire lesz, ez jó ötlet. Nem tartozik a kedvenc pályáim közé ez a map, mert rengeteg ilyen bozótos van benne, ahol a terepszínű emberkék megbújnak, és onnan mérik rám a halálos lövéseket, és hát ez nem is tartozik a kedvenceim közé ebből a szempontból. De talán sikerül összehoznom egy olyan felvételt, ami esetleg a pro játékosok számára is nézhető. Na, itt vagyunk az A pont közelébe. És már valaki már meg is látott minket, nekem halvány él a fingom sincs soha, hogy honnan lőnek rám, és nyomtak ide is egy gránátot. Próbálom megkerülni az illető úriembert, hát ha, hát ő került meg engem, jó? Addig bírtam. De én esküszöm nem látom ezeket, ez szóval esetleg egy orcimpát látok kibújni néha bokorból, de hogy egy ember. Hát mindesetre a B és a C pont a mi kezünkön mond, úgyhogy ez egy jó hír. Meg megpróbálok itt valami tevékenységet gyorsan véghez vinni, anélkül, hogy megpusztulnék. Ez már sikerült. Ja nem, csak egy kill assist, a fene. Azt hittem már, hogy sikerült megölni valakit, de hát rájöttem, hogy optimista vagyok. És valahol itt vagyunk az ellenségnek a base-e közelében. Most egy kicsit bénázok, igen, nézzétek el, nekem néha megakadok a bokrokba. Egy kicsit vissza is kéne magam tápolni. Ja igen, azt meg nem említettem, hogy újfent egy hardcore szerveren vagyok. Igen, ugyanazon a hardcore szerveren, amin a múltkor is voltam, úgyhogy ne lepődjetek meg semmin. Na, azt mondja, ó, ott egy jármű. Lehet be kéne szállnom. Hát nem tudom, ott mászik egy illetőri ember. És igen, egy fickóval sikerült végeznem. Na, már ez is haladás. Visszanézek az A pontra, hát ha azért jó lesz. Itt vannak valahol a fiaim, és újfent itt egy ellenség, de hát ezzel nem tudtam végezni, úgyhogy dobok nekik egy medic pakkot. Hát legalább ennyi hasznuk legyen belőlem. Na, nézzük. Ó, és elhagyták a járművünket, öreg hiba, mert hát ezzel buknánk a mérkőzést. És látható, hogy ott van előttünk az a drága ellenséges páncélos, amit meg kéne semmisíteni, bár javítják a mérnökök. És sikerült megsemmisíteni annak ellenére, hogy... hát igen, eléggé kiszolgáltatott helyzetben voltam. Mindenesetre a dolgok jelenlegi állása szerint már kezd tetszeni ez a pálya, és valakit folyamatosan gyepálok, csak még nem halt meg az illető úriember. És megint itt van az a jármű, hogy meg kéne próbálnom kicsit, hogy is mondjam, csapást mérni a fejére. Úristen, úristen, vajon túl fogom-e élni ezt az összecsapást? Jaj, micsoda test-test elleni küzdelem! Hála a jó Istennek a portól még semmit sem látok, de egy úriember sikerült elintézni. És csak úgy rohangásznak előttünk ezek a mérnökök. Hát közben lövöm szét, de még mindig nem akar felrobbani, valószínű a háta mögött javítják. De ami késik nem múlik, előbb-utóbb csak meg fogja unni valaki. Na nézzük. Ó, és elnyomott rám egy rakétát, vehicle damage, az az. Gyerünk, pusztuljál már meg, az az, ott van egy medikes úriember. És végre elpusztult a illető jármű. Ó, és kaptam 1150 kort, te jó Isten! Na, közben megint próbálkoznak itt a közelünkbe jutni az ellenfelek. Ez a hátunk mögött is, mint hogyha gyepált volna minket valaki. Ja nem, csak az az izé, honnan próbálnak most ránk lőni. Megint megöltünk valakit, jó van. Eddig tetszik a játék. Igen, ez a része ez most egy kicsit kempelős, de most mi a túrót csináljak, szóval így alakult maga a küzdelem. Néha nem mindig én befolyásolom a események zajlását. Jaj, ó, fiúkák, de meg fogtok ti ott pusztulni. És már megint jön a páncélos, hogy ezt hogy nem adja föl? Tudhatná, hogy ellenem esélye sincs. Úgyis van, megint beáll a szokott pontra. Hát innen már elég könnyű rá tüzet nyitni. Meg mint hogy engem is javítanának, azt vettem észre. Ó, vehicle damage megint, állaz, critical kill assist, azt a túró veget, na, nyilván abból a helyet váltasz egyik pontról a másikra, amit mindkettőt már belőttem, akkor biztos esélyed lesz a teli találatra. Hát annyi baj legyen, megint sikerült rásebezni a fickóra. És hát sikerült el is intézni a járművet.
Meg valahol az, az azt a fickót is sikerült elintézni. Jó van, gyerekek, jó van. Hát hiába, ó, és már megint jön egy, azt hiszem ez használjuk a respawnos szerver. Annál is inkább gondolom ezt, mert hát igen. Ez az, fiam, ez az, lusta túlva eget, mekkor átrobbant ez is megint. Jaj, ráment a gyaknára. Na. Gyertek, fiaim, így sokáig fog tartani a körünk. Már megint látható, hogy járműnek a széle. És megint sikerült egy kicsit rásebezni, de hát gondolom elmennek megint javítani. Na, uraim, uraim. Lesz itt fennforgás a következő részekben? Ó, és ott szolgálnak a mérnökök. Amúgy eléggé kiszolgáltatott helyzetben vannak most az orosz barátaink, mert hát én belőttem nagyjából a kijáratokat, és a többiek meg kempelik azokat a részeket, amire én nem látok rá, úgyhogy tényleg kb. Leszületnek, azt már meg is halnak az illető úri emberek. De hát igen, mint mondottam, a Bad Company 2 az tipikusan egy olyan játék, amivel már 1000 éve játszanak bizonyos úri emberek. És nekik nem igazán kell mondani, mikor mit a teendő. Ez meg egy olyan szerver, ahol nincsenek szabályok. Úgyhogy meg hardcore is ráadásul, úgyhogy kevesebb golyó elég egy emberbe. Ó, jaj. Na, itt már kezd egy komolyabb konfliktus kibontakozni. Boj, dugd ki a nózidat, haver, dugd ki a nózidat. Muszáj vagyok megint itt. Na. Ablakon keresztül ő. Valami olyasmi. Ó, hogy suhognak el mellettem itt a töltetek. Ó, hogy suhognak el. De azt nem értem néha, amikor mutatja, hogy honnan sebződök, akkor miért a hátam mögött mutatja, hogy sebződnék. Na nézzük, lesznek-e még áldozataim a mai napon. Ez az, sikerült egy kicsit rámenni. Ez az. Ó, azt meglőttek azzal a spotolós hülyeséggel. Nyilván lőni akarják már rám a azért irányított rakétájukat, de hát ez most nem fog összejönni, tekintve, hogy tele van ilyen nehézkes tereptárgyakkal, meg visszajavították a HP-mat. Így a dolgok jelenlegi állása szerint ugyanúgy biztonságban vagyok még jelenleg. Jaj. Hölgyeim és uram, így korán reggel agyon lőni a parasztokat, hát... Na, aztán sikerült egy kisebb csapás mérni megint az ott található erőkre. Na, gyerünk! Na, javíts meg, haver, ez az. És úgy látom, a cél az beszürkült, de ahogy a túróba tudtak ezek minket megkerülni? Na, annyi baj legyen. Legalább lesz egy kis izgalom. Úgyhogy gyorsan kijövök innen. Megpróbálok benyomulni a cél területére, de elég ormótlan vagyok ezzel a járművel. Mindenesetre sikerült azért kicsit visszalopakodnom. És... Ó, és ott lőtt az úriember. Hajj meg, ez meg is halt, jó van. Ó, közben megint előjött a fickó. Úgyhogy meg kéne próbálnom kicsit közelebbről megismerkedni történésekkel. Háj, ezt mondja, csak ilyen óvatosba álljövök ide, azt hogy kitugom én is a nózimat. Na, hum vagy haver. Ó, és ott futkározik egy úriember. Hát ez szerencsétlen megpusztult, jó van. Ó, és ott van, ott van. Az a gáz, hogy néha olyan találatot is kapok, amik berengetik a járművemet. És olyankor egy kicsit romlik a céltás. Na de. Oh. Hát így el leszünk egy darabig, úgy érzem. Az állás jelenleg tényleg azt még nem is mondtam. 619 tiket a mi javunkra, és 235 tiket az oroszok javára. Úgyhogy a dolgok jelenlegi állása szerint igencsak mi állunk nyerésre. Hát az összes kontrollpont a mi kezünkön van, bár a cél az megint elkezdett villogni. Úgyhogy lehet, hogy eljött az ideje annak, hogy ma hamarosan megint visszanézek arra a pontra. Annál is inkább, mert... Nem nagyon szeretném hagyni, hogy itt az úriemberek kibontakozzanak a hátsó mögött, mert annak biztos nem lesz jó vége. Márpedig itt beszürkítették a célt, azaz egynél biztos több ember megtalálható a környéken. Úgyhogy szépen itt be is nyúlok majd, aztán majd meglátjuk. Ó, és itt van előttem egy illető úriember. Jaj, próbált a járműben mögé elbújni. Hát vesztére, igen, mert szeretem megölni ilyenkor az embereket, meg amúgy is.
És vissza benyomulunk ide a kontrollból területére, na, megkap vissza, hogy szereztük az irányítást, aztán újra fel kéne mérnem a telepet, hol lehet az ellenségnek a páncélosa. Hát szerencsétlen fickó még nem nagyon vette a bátorságot, hogy kimerészkedjen, pedig mindenképp meg kellett volna próbálnia kitörni a enemy base területéről, mert így aztán végképp semmi esélye sincs, viszont a B pont is elkezdett villogni. Hát egyelőre hagyom a fiúkat kibontakozni infantriba, meg ott amúgy is elég erősen vagyunk, és elkezdem lőni a fickót. Úristen, belém csapódott egy rakéta. Meg hát azért próbálom még ott lövöldözni az ott megtalálható illető úriembereket. És megint kirúgta a nóziát, Na, vehicle damage, ez az vehicle destroy, az a killing enemy, azt a kúva, megint dől a lóvé. És megint villog a C-pont, de hogy a ménykőbe csinálják, erre még nem jöttem rá. Mindenesetre belövöm megint itt kicsit az ellenségnek a bézét, hogy ne nagyon akarjanak ott tevékenykedni azzal a járművel. Úgy van. Ó, közben küldenék rám itt a rakétákat. Hát, megint megsemmisült a jószág, jó van. És kaptam egy kill assistot. Na hát. Azt mondja, valahol megint itt megtalálható az ellenségé, meg hát ide jövök, mert hát szeretek itt lenni. Azt mondja, hogy megint begyomulunk ide a célra. Megpróbáljuk felmérni magunkról a telepet, hol bujkálnak vajon a fiúkák. Ó, és látható, hogy mögöttem bujkálnak a fiúkák. Úgy van, úgy van. És megint ott van egy fickó. Azt az eget. Kicsit több volt itt, mint egy fickó. Semmi probléma. Legalább kicsit így izgalmasabb lesz a küzdelmünk, amúgy is lassan vége lesz a körnek. Befoglalta az ellenség a C-pontot, ami ebben a pillanatban elkezdett villogni, meg megpróbálok leszületni ide a saját bézünkre, mert hogy itt van a járművünk, de látható, hogy már viszi is az ellenség, volt olyan szemfüles. Ajánlották a járművünket. Mindegy, már 90 tiket van hátra, ezzel már nagy csodát nem fognak elérni. Viszont bekempelték a bézünket, ami azért a szempontból azért nem túl barátságos gesztus. De hát kemény dolog a háború, így meg kell felállni a kihívásoknak. Na nézzük. El kéne jutni valahogy a C-re. Az a kérdés, hogy merről és hogyan, és ott bujkál egy illető. Hát megint rásoroztam, de hát ezzel valami keveset értem el. Elnyomtam ide egy izét, egy RPG-t. Nyomok egy gránátot, biztos, ami biztos, hogy oda is nyomok egy gránátot. Oda is nyomok egy gránátot, és akkor a hátam mögül meg lelőnek, jó van. Pedig itt van előttem az ellenség, ja, de közben azért a B-t is megkerülték, szép lassacskán. Hova kéne leszületni, Na jó, vizsgáljuk meg a B-pont területét, annál is inkább, mert úgy látom, hogy mintha most nyomult volna oda be valami, aminek nem kellett volna benyomulnia. Na nézzük. Azt mondja, próbálom spotolgatni a térképet. Hát ez egy kicsit gyors kör volt. Na, kijött a baksa. Végre felbátorodott a páncélos, és kijött a területéről, és most a B-t próbálja meg behúzni. Veszélyre, mert egyből bele is ment egy aknába, úgyhogy hiába jöttem le mérnökkel, már sok mindent nem kell vele csinálnom. Jajjaj, még 34 tiket, hölgyem és uraim, kérem szépen, és valakit még azért szeretnék megölni a vége előtt legalább. Ó, de hát már ezt bekempelték a B-t is, ott szalad a fickó, de hát hamarabb öltek meg engem, mint én bárkit eltaláltam volna. És az A-pont is elkezdett villogni, úgyhogy megpróbálunk idejönni az A-pont területére, és megvizsgálni a ellenséges erők fogását. A drogok jelenlegi állása szerint az A az teljesen nyugodt, úgyhogy ha volt is itt valaki, az most hamarosan eltávozott az élők sorából. És már megint engem találtak meg, honnan a... hát ezt nem is láttam. Gyerekek! Komolyan mondom, így befejezni valamit. Na jó van, hölgyeim és uraim! Kb. Még 10 tiket, hogyha hátra van. Ah, tévedtem egy tiket, most van vége a játéknak. Hát remélem tetszett ez a kis túravezetésünk. Találkozunk a következő epizódba, és le lettünk cheaterezve. De miért lettünk le cheaterezve? Hát ez egy tök szimpla kör volt. Hát jól mondjuk, van akinek biztos nem tetszik ez a helyzet, de hát na. Na. Hölgyeim és uraim, köszönöm szépen a megtekintéseket, a viszontlátásra, sziasztok!